November 13-án az önálló község megalakulásának centenáriuma tiszteletére Rákosegy Annó címmel nyílt kiállítás az Erdősröni házban. Az eseményen dr. Füzesi Péter alpolgármester mondott köszöntőt, míg a tárlatot dr. Holló Szilvia Andrea, a Posta Múzeum igazgatója nyitotta meg. Abból kifolyólag pedig, hogy a település rész a fennállása óta számos kiemelkedő művésznek adott otthont, Bokor Jutta operaénekes és Kereskedő Tamás zongora művész Rákoshegyen élt zeneszerzők darabjaival színesítette a rendezvényt. Egyebek mellett Rákoshegy egyik kuriózumának, a víztoronynak a képe tárulhat a szemünk elé, ha ellátogatunk arra a helytörténeti kiállításra, mely november 13-án nyitotta meg kapuit az Erdősröné házban. Az önálló község megalakulásának 100. évfordulója tiszteletére létrejött tárlaton elsőként dr. Füzesi Péter alpolgármester idézte fel a település rész történetét. Fuchs Ignác volt az, aki nyomda tulajdonos, aki itt felvásárolta ezeket a telkeket, és a Zsófia telep volt az első rész, amelyet felparcelláztak, és az első ház az 1892-ben épült meg. Olyan kedvező feltételekkel lehetett hozzájutni itt a földekhez, hogy nagyon hamar benépesedett ez a terület, és ennek köszönhetően iskola is épülhetett. Ezt követően 1921. december 28-án érkezett meg a községbe az értesítés, hogy Rákoshegy önállóan működhet. A kiállítás által betekintést nyerhetünk ezen időszakba, ahogy azt is megtudhatjuk, hogy az ottani katolikus templom 1937-ben került felszentelésre. A megnyitón dr. Holló Szilvia Andrea, Posta Múzeum igazgatója rávilágított arra, hogy Budapest létrejöttével eleinte sokaknak más volt az elképzelése a község további sorsával kapcsolatban. 1942-ben Szendi Károly is kidolgozott egy Nagy Budapest elképzelést, ebben a Rákosmenti települések, tehát Rákoshegy is közéjük tartozott, Kőbányához került volna. Kőbánya az egész mai 17. kerületet beolvasztotta volna magába, és ez a 10. kerületként szerepelt az elképzelésekben. A későbbiekben azonban nem erre került sor. 1950-ben önállóan a 4 rákosi település önállóan alkotta a 17. kerületet. Ebből kifolyólag Rákoshegy végül 28 évet élt meg autonóm településként. A történeti sík mellett a tárlat végigvezeti az érdeklődőket a látkép alakulásán, a szervezetek, a sportcsapatok és a dalkörök működésén, valamint az egyházak és az iskolák létrejöttén egyaránt. A közszemlére tett tárgyakból továbbá jól látható, hogy az elmúlt évszázadban számos kiemelkedő hazai művésznek adott otthont a kerület rész. Kezdetben volt ennek egy nagyon racionális oka. Volt egy vasútállomás, ahonnan 20 perc alatt be lehetett érni a városba. Bartók Béla, ha nagyon kilépett, fél óra alatt benn volt a Zeneakadémián. De az is hozzáadódik nyilván ehhez, hogy Rákoshegy első neve Keresztúr nyaralótelep, tehát itt gyönyörű villák épültek. A megnyitó folyamán Bokor Jutta operaénekes, Rákosmente díszpolgára és Kereskedő Tamás zongora művész egyaránt betekintést engedett a Rákoshegyhez kötődő zeneszerzők munkásságába, így többek között Bartók Béla művei is felcsendültek. A Rákoshegy Annó című kiállítás január 16-áig tekinthető meg a helyszínen. Az érdeklődőknek célszerű követniük az intézmény honlapját, ugyanis a kiállításhoz tárlatvezetések és gyermekprogramok is kapcsolódnak.